Sziasztok! Meg vagyunk? Meg vagyunk, igen, indulunk. Na, 3 percünk van, mert mennem kell a gyerekemért. De most készül itt nálunk egy nagyon jó kis Lajos Fülöp szekrénysor. Nézzétek! Ez összesen elalakban egy 4,5 méter hosszú Lajos Fülöp bútor. És ami érdekes, hogy sorolható, gyertek velem! Ugye első ruhás szekrény rész, itt lesz egy ruhalift, hogy az ingeket le tud hozni, vissza tud rakni. 2 szekrény oldalt, és a 2 szekrény oldalt egy díszlécelt akarjuk el. Szóval nem látszik, hogy ez 2-ből van. Megyünk tovább, itt van a 3. Ott a korona még szépen össze lesz vágva, meg lesz a lehajlítás, úgy, mint a másik végén. Itt. 2,5 méter magas, 2,60 a belmagasság, nem tudom, hogy gyönyörű, fogok. Csodálatos. Igen, itt meg lesz a lehajlítás, vagy a lefordítás. Szépen össze lesz húzatva. Itt sem látszik, hogy nem ugyanaz az egység, mert el van takarva a sorolás egy díszléccel. Igen. És jövünk tovább. Itt is el van takarva, itt is el van takarva. Szóval ez olyan, mintha egy egész egység lenne. Itt is el van takarva. Következő ruhás szekrény. És most jön még itt a lényeg. Igen. Hogy itt is szépen össze lesz dolgozva az egész. És gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy ezt a szekrényt, ha valakinek 100 méteres szobája van, akkor 100 méterbe tudjuk úgy csinálni, hogy úgy fog kinézni, mint hogyha egy darab szekrény lenne. Na, 100 méteres gardrop, jelentkezőket várunk. Jó, ez még itt félkész állapotban van, nyers, ezt még ugye apró fogások még lesznek rajta, csiszolni kell, felületet előkészíteni, és aztán az egész, mikor szétszedjük darabokba, bemegy a fényezőkamrába, és Tibi lefesti. Hát figyelj, András, hány centi vagy? 180? 179, bocsánat. 180? Állj ide mellé. Azért így látszik. 250. Látszik. Gyerekek. Hoppá. 250. Nekem kell majd bevinni. És ugye, igen, darabokban lesz, de nehéz lesz. Ó, figyelj, ez egy szállítással kimegy egyébként a teherautóval? Tehát ez ki van száll, akkor ez fölfér gyakorlatilag. Úgyhogy az, és még az elején ugye ajtók, erre jönnek ajtók, ugye? Jönnek az ajtók, jönnek, ugye itt lesz a fiókos rész. Ott lesz a fiókos rész, igen. Ott is fiók, itt is fiók mindenhol. Ezeket így gyorsan még. Ez gyakorlatilag egy gardrob. A fönti rész mi az? Ruhaliftel? Ruhaliftes. Igen, ruhaliftel lesz megoldva. Az alsó részt ugye elérjük, ott lent fiókok lesznek. 2 ajtós rész, itt is fiókok, itt ez be lesz majd polcozva. Ez a rész polcos. Igen, ez a könyves rész lesz, és itt fönt is ajtók. Majd folyamatában fogjuk látni, mert ahogy készül, majd csinálunk róla. Mindig egy új részt. Oké, sziasztok, le kell tegyük. Hello, hello.